Úgy tűnik, hogy a Balatont senki sem védi, nem csak a kormánypárt, a Fidesz próbálja felvásárolni a Balatont és eladni, hanem igenis a baloldali városvezetésekre is van erre jellemző eset, konkrét példa is. Nem véletlenül látogattunk el ide Balatonszepezre a mögöttem lévő, hát már jó pár éve nem működő ifjúsági táborba, mivel jelenleg még ez a Kazincbarcikai önkormányzat tulajdona, ez a balatonszepezdi tábor, ami nagyon közel található a Balaton vizéhez, de majd későbbiekben mindjárt le is sétálunk, hogy 50-100 méterre van pusztán a magyar tenger itt a táborhoz képest. A Kazincbarcikai önkormányzata mégis úgy döntött már jó pár évvel ezelőtt, hogy ezt a gyermektábort, ami több évtizeden keresztül kiszolgált egyébként a kazincbarcikai lakosokat, családokat. Kazincbarcika város szocialista polgármestere és a képviselőtestület pedig úgy döntött, hogy a mögöttem levő több épületes üdülő ingatlant el szeretnék adni, ami már alapvetően is aggályos, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő, ilyen jó körülmények között lévő ingatlan miért is akar egyébként elherdálni egy önkormányzat, egy képviselőtestület, és az áráról meg ugye külön kell beszélni, mert jóval áron alul akarják értékesíteni ezt az egész épületkomplexumot. Az ifjúsági táborról tudni kell, hogy 9191 négyzetméter területen fekszik, amit látszik is, nem is lehet körbelátni itt a területen. Ez két helyrajzi számon található üdülőtábor, és a Kazincbarcikai önkormányzat irányára pedig erre vonatkozólag 165 millió 44 ezer forint erre az egész táborra, úgy, hogy közben ugye az ingatlan árak meredeken növekedtek, és ha csak a telek árakat nézzük, már ez jóval áron alul van értékesítve. Hogyha leosztjuk a négyzetméter árat ezzel a értékkel, akkor arra jutunk, hogy 18 ezer forint per négyzetméter áron kívánják eladni, elkútyavetyélni ezt a hatalmas ingatlant, idegen kezekbe adni, ami ugye a város tulajdonában volt, és a kazincbarcikai lakosok éltek ezzel, és élhettek ezzel a lehetőséggel, hogy vagy kedvezményekkel, vagy pedig ilyen szinten tudtak a Balaton közeli nyaraláshoz hozzájutni. Eddig ezen a kapun szerepelt egy eladó tábla, amit a napokban valószínűleg leszedhettek. Az itt dolgozó úriember nem kíván nyilatkozni, hogy miért távolították el ezt a táblát, de különféle információink szerint már van vevő és komoly vevő erre a üdülőre, és ez is nagyon jól bizonyítja, hogy nem csak a Fidesz, hanem a baloldal sem tiszteli annyira ezt az egész balatoni szférát, hogy igenis megtartsa magának ezt a területet. Már azt felháborítónak tartjuk, és teljes egészében visszautasítja a Mi Hazánk mozgalom, hogy egy ilyen ingatlant eladjon az önkormányzat, és tényleg közvagyon jellegét elveszítse, és magántulajdonban, vagy még nem tudjuk konkrétan kinek a tulajdonába kerüljön. Főleg annak tudatában is elutasítjuk ezt a kezdeményezést, mivel nagyon alacsony áron próbálják ezt értékesíteni, meg ugye úgy látszik, hogy van is rá vevő. Jelenleg, hogyha visszaosztjuk ezt a 165 millió forintot a jelenlegi négyzetméterrel, ami több mint 9000 négyzetméter, akkor 18 ezer forint per négyzetméter árról tudunk beszélni négyzetméterenként, ami rettentően alacsony, annak tudatában, hogy majd, hogy nem Miskolcon kapunk ennyiért ingatlant telkeket, nem hogy a Balatontól pár 10-50 méterre. A közelben lévő ingatlan árakat megvizsgálva, Siófokon, Zabárdin, mondjuk a Balaton közvetlen partján 1 millió forint a négyzetméter ára az ingatlanoknak,
Ezzel ellentétben mondjuk a mellettünk fekvő Répfülöpön, ami már 500 méteren kívül van a Balatonpart, ott már 600 ezer forint a négyzetméter ár, és ennek ellenére a Kazincbarcikai Város önkormányzata úgy érzi, hogy a 18 ezer forintos négyzetméter ár erre az ingatlanra ez reális, és el kívánja adni a közeljövőben, tudomásunk szerint rohamosan, és minden előbb szeretnék ezt a vételt megejteni. Most akkor nézzünk körbe itt a táborba, illetve elmegyünk ide a Balaton partra is, hogy meglássák önök is, hogy ténylegesen milyen közel van ez a balatoni ingatlan közvetlenül a Balatonhoz. Ahogy láthatják, önök is rengeteg épület van ezen a ingatlanon, fás terület, zöld övezet van, ugye konyha is üzemelt itt, állítások szerint csak rendelték az utóbbi időben a kaját, de akkor is egy ebédlő van a területen. Emellett ugye sporttevékenységhez szükséges eszközök, illetve területek is vannak a ingatlanon, hogy ezért is nagyon alacsony ez a ingatlan ára is. Felháborító, hogy így szeretnék elértéktelenítve eladni ezt az ingatlan. És akkor nézzük meg, hogy ténylegesen milyen messzire van a Balatonpart. Megnéztük, kicsivel több mint 100 méter volt a Balatonpart, ugye itt át kell jönni egy úton és a vasút is innen is, de itt van a Balatonpart, nem messze a tábortól. Emlékszem én is még, hát már több mint 15 éve körülbelül voltam egyszer itt a táborban, és minden egyes reggel ide a mólókra jártunk horgászni édesapámékkal, és igenis elég komoly emlékeink vannak, hogy itt milyen halakat is fogtunk, az első angolnámat, vagy a gardámat is itt fogtam meg ezen a helyszínen, hogy ezért is viselem szívemen a Balatonszervezi tábornak az elvesztését. Vérlázító az, hogy ennyire áron alul kívánja értékesíteni a önkormányzat, főleg úgy, hogy egyébként a barcikai lakosokat meg sem kérdezték arról, hogy mit szeretnének egyébként a közeljövőben ezzel a balatoni ingatlannal, üdülő táborral. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja mind a mai napig az, hogy meg kell őriznünk a nemzeti kincseinket, és az ilyen meglevő táborokat nem kellene hagyni, hogy lezülleszék az évek folyamán ugye teljes egészében ugye lekorizálják és ugye tönkre tegyék, és majd, hogy nem használhatatlanná tegye az idő vasfoga, annak ellenére, hogy az önkormányzat tudta volna ezt hasznosítani. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom minden tőlünk telhető eszközt, a nyilvánosságot, a demonstrációkat a közeljövőben is ki fogunk állni azért, hogy a Balatonszepezdi tábor megmaradjon a barcikai lakosok tulajdonában, és hogy igenis ők tudják hasznosítani ezt a nagyon értékes ingatlant. Ezen kívül határozott álláspontom az, hogy nem kellene elveszni az ehhez és ehhez hasonló ingatlanokat, mert ugye nagyon magasak a üdülési költségek, nagyon sok család nem tud elmenni nyaralni. Ezzel ellentétben én a mögöttem álló ingatlanba rengeteg lehetőséget látok, és nagyon sok barcikai családnak megadathatott volna az, hogy a környékbeli településeken élőknek is, hogy akár a nagycsaládosok kedvezménnyel tudjanak itt a mögöttem lévő üdülőtáborba nyaralni, és ezzel is átérezzék azt, hogy igenis mit jelent számunkra magyarnak lenni a Balatont, mert igenis a Balaton az a Balaton, és a mi tengerünk.